Közben ide megérkezett a stúdióba Ák Péter, Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye vita volt a bizottságban, vagy megbeszélés volt erről a bizonyos sargentini jelentéssel szembe helyezkedő országgyűlési határozati javaslatról. A kollégáim, akik ma a parlamentben voltak, azt mondták, hogy más bizottságokban nagyon heves viták voltak. Önöknél mennyire sikerült a biztonság kérdésére koncentrálni, és mennyire a napi politika uralta? Ha az Európai Parlament döntésére tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy ott nyilvánvalóan egy olyan döntés született, amelyet a politika uralt. Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége fogadta el a sargentini jelentést, és hogyha erre a jelentésre tekintünk, akkor jól látható, hogy egyfajta mankóként szolgál az ellenzéknek, amit igyekeztek is használni a bizottságüléseken, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságülésen mindenképp. A mi bizottságunkban Vadai Ágnes, Demeter Márta és Harangozó Tamás jelenítik meg az ellenzéket, három volt szocialista politikus, jelenleg három különböző ellenzéki pártban politizál, és mindannyian politikai alapon közelítették meg az előttünk fekvő javaslatot. Mi is ennek a javaslatnak a címe? Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló javaslat. Erről szól, ugyanis tisztába kellett tenni azt, hogy mindaz a hazugság cunami, ami Brüsszelből megindult Magyarország felé, azt vissza kell utasítani, és ki kell állni Magyarország szabadsága mellett. Miért kell kiállni Magyarország szabadsága mellett? Azért, mert az Európai Parlament, amikor ezt a döntést jelzem csalással és visszaéléssel elfogadta, akkor tulajdonképpen a magyar parlament jogosítványait akarta elvenni. Számos olyan kérdésben foglalt állást, ami a magyar parlamentnek a jogosítványa. A magyar parlament meg úgy tud döntést hozni, hogy a magyar emberek felhatalmaznak bizonyos pártokat arra, hogy a törvényhozás munkáját azt végezzék. Tehát ezért mondom azt, hogy a bevándorláspárti politikusok Brüsszelben azok nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, bosszút akarnak állni Magyarország, és mindez pedig a helyi ellenzéki politikusok igyekeznek megjeleníteni a saját politikájukkal. Mennyire sikerült önöknek a szakkérdéseknek a mélyére ásni? Hát nyilván ugye itt egy bizottsági munka az arról szól, hogy megpróbálják a mélységeit feltárni egy-egy problémának. A sargentini jelentés világosan és egyértelműen azt gondolom, hogy a migrációval és a bevándorlással kapcsolatban leginkább üzen hadat Magyarországnak, leginkább ezen kérdések miatt akarja megbüntetni Magyarországot, ezen kérdések miatt akar bosszút állni Magyarországon. Ezek a kérdések egyértelműen a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tárgykörébe tartoznak, hogyha az elmúlt három évnek az eseményeire tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy Európa óriási kihívás előtt állt. Gazdasági, kulturális és biztonsági kockázatok jelentek meg a migrációval kapcsolatban, amire ahány kormány annyi fajta válasz érkezett. A magyar kormány bebizonyította azt, hogy a bevándorlást azt meg lehet állítani. A kvótákra nemet lehet mondani, az illegális migrációt finanszírozó szervezeteket meg lehet büntetni, és ezzel kapcsolatban pedig mindazáltal fel lehet lépni határozottan. És emiatt azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a brüsszeli politikusoknak kivívtuk a haragját, ők ezt érvényesíteni akarják a sargentini jelentésben, viszont mögöttünk az emberek felhatalmazása ott van, hiszen ők mondták azt, hogy meg kell védeni Magyarországot, hiszen nekünk Magyarország az első. Ezzel kapcsolatban döntés született az országgyűlési választások alkalmával. Ennek a döntésnek szeretnénk érvényt adni a mostani határozati javaslattal. Sikerült meggyőzniük az ellenzéki képviselőket? A Nemzetbiztonsági Bizottságban Molnár Zsolt például azt is vitatta, hogy egyáltalán ez a sargentini jelentés a bevándorlásról vagy a határkerítésről szólna. A hat kormánypárti szavazattal sikerült elfogadni ezt a mi határozati javaslatunkat, tehát sajnos nem csatlakoztak. Itt volt a lehetőség arra, hogy kiálljanak Magyarország önrendelkezése mellett, visszautasítsák Brüsszelnek a büntetőpolitikáját, de azt gondolom, ahogy eddig, ugye a magyar ellenzékre most sem lehetett számítani. Mi csak abban bízunk, hogy a magyar embereknek a felhatalmazása világos útmutató lesz mindenki számára jövőre nézve is. Mindig is ki kell állni Magyarország védelme érdekében, vissza kell utasítani a migrációt, és ez a sargentini jelentés és ezt a migrációt akarja tovább erőltetni. Ugye teljesen egyértelműen politikai döntésről van szó, és nem szakmai döntésről. Hallotta ön is, hogy Niedermüller Péter azzal érvelt, hogy azért érdemes most már lazítani a szabályokon, hiszen jól működik a határőrizet, hiszen amúgy is tudjuk, hogy kik vannak itt benn, miközben hát a tények meg a számok azt mondják, hogy nem ez a helyzet. Mi lesz a sorsa ennek a határozati javaslatnak? Tételezzük fel, hogy induljunk ki abból, hogy elfogadja a parlament, és utána? Azt látjuk, hogy jelenleg az európai határvédelem Magyarországon biztosan stabilábbakon áll. Magyarország meg tudja védeni a saját határait, meg tudja védeni ezáltal Európa határait, és itt működik a Schengeni rendszer.
mi az, amit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy ez a határőrizet joga az a jövőben is itt tudjon maradni a magyar kormánynál, a magyar szerveknél. Ebből kifolyólag ez a határozati javaslat ahhoz is hozzá tud járulni, hogyha bármilyen alkuba akarnák a magyar kormányt belevinni, akkor ő el tudja mondani, hogy világos felhatalmazása van parlamenti döntés alapján is, hogy ki kell tartani annak érdekében, hogy a Magyarország kezében legyen a magyar határvédelemnek az ügye. Hála Isten, kiváló katonáink és rendőreink dolgoztak eddig is a határon, sikerült itt megállítani, sikerült bebizonyítani azt, hogy meg lehet védeni Európát, ezt a feladatot jövőben is el tudjuk látni itt Magyarországon. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy éppen az Európai Parlamentből, míg a mostani Európai Parlamentből kiindult most egy olyan politikai cél, vagy törekvés, hogy valahogy a határvédelem kérdését Brüsszelbe húzzák át és kivegyék a tagállamoknak a hatásköréből. Ebben is adhat plusz muníciót a kormánynak? Mindenképpen ebbe is kell, hogy plusz muníciót adjon a kormánynak. Sajnos azt látjuk, hogy a brüsszeli politikusok azok mindig azt nézik, hogyan lehet lazítani a szabályokat. A mostani bejelentkezés is tulajdonképpen erről szólt. Én abban bízom, hogy az európai parlamenti választások az világos eredményt fog mutatni ebbe az irányba is. A Sargentini jelentés is egyébként, meg minden egyes kezdeményezés, amit mostanában látunk, az már egy felfokozott politikai hangulatnak a következménye. Kampány van, jövőre európai parlamenti választások lesznek. Én abban bízom, hogy az európai választópolgárok okosan mérlegelve a saját jövőképüket biztosan ki fognak állni amellett, hogy a kontinenset meg lehessen védeni. Az Önök bizottsága foglalkozik a honvédelem fejlesztésével, és ilyen távlati célok vannak, új stratégiák, bővül a honvédségnek az állománya. Körülbelül mikorra lesz látható az első komoly eredmény, amit már a biztonság számottevő növekedésével jár? Hát az első komoly eredmény az, hogyha körbenézünk Európába, azt láthatjuk, Magyarország egy védett ország. Ez azt gondolom, hogy önmagában is egy óriási értékkel bír, de emellett a magyar kormány Zrínyi 2020 néven elfogadott egy hosszú távú fejlesztési programot, amelynek a lényege az, hogy minden szinten megerősítse a honvédséget, megerősítse a katonáinknak a felszereltségét. Ezen ügy érdekében nagyon komoly forrásokat biztosított a magyar költségvetés. Abba az irányba megyünk, hogy lépésről lépésre a honvédséget olyan szinten tudjuk fejleszteni, hogy az valóban egy komoly európai hadsereg tudjon lenni. Ák Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta. Köszönöm szépen.